Üdvözlöm nézőinket, Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatják. Mai műsorunkban Márki-Zay Péter miniszterelnök jelölttel készített interjúnkat láthatják. Ő volt az, aki korábban 3 listás helyet ígért roma származású politikusoknak. Erre is rákérdeztünk, illetve a felzárkóztatásra is nagyon kíváncsiak voltunk. Tartsanak velünk! Nincs még olyan bejelentésünk, hogy kit szeretnénk erre a 3 helyre, ugyanis a listák kérdése alapvetően a 6 párt és a MMM, tehát a miniszterelnök jelöltnek a konszenzusán alapul. Tehát nyilván a kérdés az, hogy a pártok ki tudnának javasolni. Érkeztek ilyen javaslatok, nyilván. És természetesen ezen túl összességében ki az, aki mindenki számára elfogadható lesz. Tehát még ez messzi van. A pártok egyébként egyenlőre ezt egy nagyobb kérdés egyik részeként kezelik, és még nagyon messzi van szerintem az, hogy mindenki megállapodjon, hiszen mintegy 45-48 bejutásra esélyes helyről beszélgetünk, és ott nagyon kínosan vigyáz minden párt arra, hogy a saját esélyét ne rontsa, vagy a saját lehetséges létszámát maximalizálja. Vannak elképzelései, hogy kiket lenne? Én nekem nagyon sok, tehát nem 3, annál jóval több alkalmas roma embert látok, de keressük. Tehát a roma értelmiségnek szeretnénk azt a krémét kialakítani, akiket egyébként a roma felzárkóztatásban lehet majd alkalmazni, és akikre lehet számítani, hogy önérdekmentesen, hiszen nem csak a 2010 utáni kormányok, hanem még a 2010 előtti kormányoknál is be tudták már bizonyítani azt, hogy a felzárkózást háttérbe tudja szorítani az egyéni érdek. Mi azt szeretnénk, hogyha ez most nem így történne. Amikor legutóbb találkoztunk a Király utcában, a fővárosban, akkor én próbáltam feltenni egy kérdést, de igazából nem kaptam rá választ. Méghozzá arra, hogy szükség van-e ma Magyarországon roma önkormányzati rendszerre, roma nemzetiségi önkormányzati rendszerre, hiszen azt látjuk, hogy egyrészt olyan emberek kerülnek pozícióba, akiknek sok esetben még a 8 általános végzettségük sincs meg. Szükség van-e Magyarországon erre, vagy inkább reformálni kellene? Ez az a másik dolog, amiben volt, nem értettünk egyet többekkel ezen a fórumon, az az, hogy ne én adjam meg a romáknak azt, hogy mi a kijárat, merre van és milyen terveik vannak, ezt készítsék elők maguk. Semmi akadály nincs annak, hogy működő nemzetiségi önkormányzatok legyenek, teljesen a demokráciának abszolút legitim módja, tehát én természetesen híve vagyok annak, hogy ez fönnmaradjon. Ha valaki egy jobb öttel áll elő, akkor hajrá, nézzük meg, beszéljük meg, legyen róla társadalmi vita. De a cigányságnak nem kívülről kell várni a megoldást, hanem saját magának kell kidolgozni ezt. És egyébként, hogy ez mennyire működik, tegnap itt volt nálam, körülbelül nem is tudom, 11-en voltak talán. Tehát 11 roma értelmiségi. Leütközöttük 3-an éppen ebből az Egy Magyarország mozgalomból, és arról beszélgettünk, hogy igenis nekik maguknak kell megszerveződni, nem csak a területi alapon a szervezetet létrehozni, amiről szintén esett szó, hanem a programokat is kidolgozni. Tehát, hogy ők milyen lényeges elemeket látnak a roma felzárkóztatásban, és én egy elemet mondok például, ugye Baranyából egy nagyon szimpatikus ember, ő neki például az volt a meglátása, hogy nagyon sokat segítene a cigányságnak, nyilván a vidéki cigányságról beszélünk elsősorban, hogyha a jogosítványhoz jutásban egy programot indítanánk nekik. Tehát, hogy egészen konkrét javaslatok, ez nem nekem vagy másnak eszébe is, hanem azoknak az embereknek, akik ott élnek vidéken és együtt dolgoznak, ezzel a közösséggel foglalkoznak és nekik próbálnak segíteni. Hogy más nem mondjak, itt nálunk Hódműzővásárhelyen az év elején elhunyt Mátray Attila cigány nemzetiségi önkormányzati elnökkel rendkívül jó munkakapcsolatunk volt. Ő számos, emlékszem, hogy a róla szóló megemlékezésekben alig győztük felsorolni azt a rengeteg társadalmi kezdeményezést, amit ő csinált. Itt a Barisé programtól a Csomorkány Szociális Szövetkezetig, ami azt jelenti, hogy mondjuk a kimondottan célcsoportosan mondjuk a tinédzser lányoknak a felvilágosításántól kezdve a szociális foglalkoztatásig. Volt több olyan program, ösztöndíjprogram, példaképek, ifjúság elé állítása, gasztrofesztivál szervezése, ahol a cigányételeket ismertette meg az önkormányzat. Az önkormányzat által főzött ételeket ingyen osztották augusztus 20-án a teljes vásárhelyi lakosságnak. Tehát én szerintem rengeteg nagyon fontos programot tud szervezni egy roma önkormányzat, és hogyha nem ezt teszi, akkor nem a dolgát végzi. És ő miben gondolkodik? Felzárkóztatási, vagy esetleg romaügyi
minisztériumban, államtitkárságban. Én akár egy minisztériumot, ezt rendkívül fontosnak tartom. Azt kell tudomásul venni, hogy Magyarországon 2050-ben ezek hiteles források, de egyébként nyilván nem százalékokon lovagolunk. A Magyarországon születő gyermekek 50%-a az roma származású lesz. Hogyha mi nem tudjuk elérni, hogy a jelenleg legrászorultabb, legesendőbb réteg, ennek ugyanolyan esélye legyenek az iskoláztatásban, a felemelkedésben, a munkavállalásban, akkor ennek az országnak nem csak a társadalma lesz egy gyűlölködő, kirekesztő társadalom, hanem gazdasága is romokban fog heverni, nem lesz, aki befizesse a nyugdíjpénztárakba azt a pénzt, amiből a többiek megkapják a nyugdíjukat. Tehát a teljes társadalom és gazdaság szempontjából véleményem szerint talán a legfontosabb, legkritikusabb kérdés az roma felzárkóztatás. Hogyan lehet nagyban gondolkodni, hogyha itt helyben, Hódmezővásárhelyen ezen a szinten is óriási problémák vannak? Ugye azt olvashatjuk a sajtóban, hogy hát viták és ellentétek vannak az önkormányzat, illetve a helyi roma kisebbségi önkormányzat között, nincs együttműködés, sőt egy másik fórumot is létrehozott a polgármester úr. Éppen azért, hogy ne legyen vita, tehát most már van egy ilyen fórumunk, hál' Istennek. Nyilvánvalóan akkor, amikor 2 évvel ezelőtt kisebbségi önkormányzati választások voltak, akkor a helyi cigányság 5 képviselőt választott meg. Most 3 olyan képviselő adja a többségét ugyanennek a testületnek, akiknek közül egy se jutott be. A mostani elnök sem jutott be akkor a választáson. Tehát, hogyha nem lett volna elhalálozás, hogyha nem lett volna kilépés, akkor természetesen az a folyamat folytatódott volna az önkormányzattal. Na most sajnos azt látjuk, hogy a Fidesz közeli társaságból így most bejutott 3 képviselő, az országos politikát próbálja leképezni a hódmezővásárhelyi viszonyokra, és bár szavakban nagyon együttműködő, valójában az ő funkciójuk az, hogy a fideszes választásra fideszes szavazatokat szervezzenek. Ez egy szereptévesztés. Még egyszer mondom, ettől még a hódmezővásárhelyi roma integrációs projektjeink nem fognak leállni, ettől még Hódmezővásárhelyen semmi probléma nincs. Tehát még egyszer mondom, hogyha most a Fidesz-nem Fidesz vitát kivesszük ebből az önkormányzati történetből, akkor az égvilágon semmilyen probléma nincs. Hódmezővásárhelyen nincs etnikai feszültség. Hódmezővásárhelyen a cigányok nagy számban kapnak munkát, olyan munkát, amit korábban az előző önkormányzati vezetés alatt nem kaptak meg. Tehát mi, amikor megpályáztatunk munkákat, mindent megteszünk azért, hogy cigány vállalkozók kapják, akik jelentős részben nyilvánvalóan cigány munkavállalókat fognak alkalmazni, és alkalmaznak így is. Tehát ez egy óriási közös. Vagy például ott van a szegregátum, ahol most éppen egy hatalmas épületszigetelés és nyilázáró csere programot indítottunk el. A tömegközlekedést úgy alakítottuk át, hogy a Dobóbibójanákiról óránként 3 busz jön be a városközpontba, illetve visz el embereket a város bármelyik sarkába. Óránként 3 busz úgy, hogy ezért évente 2000 forintot kell fizetni. Tehát ez egy éves ingyenes közlekedést egy 2000 forintos városkártyával meg lehet oldani. De ha valakinek felsége lesz hiányzik, természetesen ebbe is tudnánk segíteni. Van egy olyan Petra Modell programunk, amely ezen a területen élőket, de általában a vásárhelyi cigányságot nem is a születéstől, hanem már a várandosságtól kezdve segíti, és igyekszik eljuttatni az ifjúságot. Lehet vagy egy jó szakmához, vagy érettségéhez, vagy a felsőoktatásba. Tehát ezt a teljes felzárkóztató programot a város a saját pénzén működteti, nem uniós pénzből, nem pályázati pénzből. Számunkra ez annyira fontos ez a program, hogy a város szűkös anyagi forrásaiból is mindig áldoztunk rá. Tehát itt azt kell mondjam, hogy egyáltalán semmilyen etnikai feszültség nincs, itt politikai feszültség van. Az természetesen lesz is mindaddig, amíg a tolvajok nem lesznek elszámoltatva. Már csak egy kérdésem van az itteni körülményekkel kapcsolatosan. Ugye, és azóta nem volt alkalmunk beszélgetni, augusztus végén megjelent egy cikk a Dél-Magyarban, nem szoktam olvasni, de ugye szemem elé került, amelyben Mezei Vidóra, az itteni helyi elnök azt mondta, hogy ön Bogdán László szavait megismételve cigány plutóniumnak nevezte a cigányság összességét, a cigányok közösségét, amivel nagy indulatokat lehet gerjeszteni, és azt állította, hogy a vásári lakosság, a vásári romáknak a 80%-a már inkább a Fideszre szavazol, mint az ellenzékre. Hogyan érzékeli? Hát az, hogy Mezei Vidóra nyilvánvalóan a Fidesz megbízásából nyilatkozik a Fidesz megyei napilapjában, ezt természetesen senkinek nem kell komolyan venni, egy szavát sem, hogy más nem mondjak, a választási eredményeket kell megnézni. A választáson úgy gondolom, nem csak a cigányság, hanem teljes vásárhelyi közösség nagyon nagy százalékban a Fidesz ellen szavazott.
azt is el kell mondani, hogy ha a cigányságról beszélünk, akkor mind az imént elmondott programok, azok új programok voltak, és egyáltalán nem támogatta a Fidesz. Az a Lázár János, aki most ezek mögött, a romák mögött áll, az a Lázár János nem olyan régen lehetetlennek nevezte a cigány integrációt, azt mondta, hogy ez egy 800 éves, vagy 600 vagy 800 éves sikertlen folyamat, és semmi esély nincs rá. Tehát akkor, amikor egy határozottan elutasító politikát kell nézni, most egyébként először a Fidesz is ráébredt arra, hogy a cigányság az fontos lehet neki. Igaz, hogy csak mint szavazat, de legalább elkezdett velük törődni. Most először fordult elő a Fidesz 33 éves történetében, hogy egy cigány politikus beszédet mondott a Fidesz kongresszusán. Tehát ha úgy tetszik, akkor már mi ellenzékiek kényszerítettük ki ezt a figyelmet is a Fideszből a cigányság iránt. Mi természetesen nem politikai jogból, hanem abszolút a legmélyebb szimpátia és a ország stratégiai érdekei mentén fogjuk továbbiakban is segíteni a cigányságot. Nagyon sokan felvetik, hogy miért nem krumplival vásárolunk szavazatot. Én azt gondolom, hogy ez a Fidesz eszköz, ezt ne vegyük el tőlük. Mi ezzel szemben munkához szeretnénk juttatni a cigányságot, mi az előítéleteket akarjuk megszüntetni, a felzárkózást akarjuk támogatni. Említette a minisztérium, a romaügyi minisztérium, nevezhetjük ennek a minisztériumnak a esetleges létrehozását. Vajon az összefogásból a Jobbik mit szól ehhez? Az összefogás 6 pártjából, sőt mondhatnám, hogy hamarosan reményem szerint 7 pártjából, 1 a Jobbik. A Jobbik egyébként a 3 korábban ön által kérdezett parlamenti helyre a Jobbik 2 cigány javaslatot is tett. Tehát a Jobbikon belül is vannak cigány politikusok, ez önmagában is pozitívum, azt gondolom. A másik, hogy ettől függetlenül a programban nyilván nem meghatározó a Jobbiknak, vagy egyik pártnak se a szerepe, amikor egy 7 párti közösséget kell felépíteni, és amikor nyilvánvaló, hogy a miniszterelnök jelöltnek van meghatározó szava ezekben a kérdésekben, ezt a programot az ellenzéken belül mindenki támogatni fogja. Mit üzenne a romáknak? Hát én nem fogom már találkozni a választásokat. Hát egyrészt remélem, hogy fogunk találkozni, rendkívül fontos lesz. Én azt szeretném üzenni, hogy ne arra szavazzanak, aki egy zsákrumplit akar adni nekik 4 évente, hanem arra, akik a tisztességes megélhetésükről fog gondoskodni a következő időszakban, aki egy roma felzárkóztatási minisztériumot szeretne létrehozni. Én azt gondolom, hogy nekünk ez a célunk, ez a stratégiai célunk, ez akkor valósulhat meg, hogyha a romáknak minél nagyobb része is aktívan szeretne szerepelni ebben a folyamatban, és természetesen ezt a programot fogja támogatni a választásokon is. Önök a Sansz esélyegyenlőségi magazint láthatták, észrevételeiket megírhatják a sansz@9tv.hu internetes e-mail címünkre, de hívhatnak is bennünket a 0620 297 39 81-es mobiltelefonszámunkon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, egy hét múlva!